Hoppi! Na szevasztok, jó reggelt! Tényleg reggel van, ha azt veszük, mert 9:19, tehát 20, 10-akárhány percen van elérni a vonatot, amivel Ürömre megyek, ahonnan egy croissant után áttekerek, vagy több croissant után, hát tudom, mennyivel értékelt van a Lipótiból, Csobánkára, ahol történik valami, amit egy külön videóban fogtok látni, ez annak az előkészítése lesz, az hónap. Tegnap kaptam meg Zsoltól ezt a 128-as Kingston memóriakártyát, és ez a konkrét éles tesztje lesz terepen. De nem aggódom, mert az új aksi, meg a kártya leírása alapján minden tökéletes. Ó, ezt még mindig nem csináltak meg. Tele. Ma még nem ettem semmit. Hazudok. Egy szem nápolyt. Azt csak azért ne legyen teljesen üres a gyomrom. Nem sok időm lesz, mert kb. Másfél órán lesz Csobánkára átérni, de nem sok, meg nem is kevés. Látszom. Szép. Csőrös, de szép. Jön a vonat, ott. Ott jön. Gyerekek, annyira elmártam a vonaton az életemet, hogy észre sem vettem, le kell szállni, és csak aranybőnnél kapkodtam magam össze. És szó szerint lebaszottam a vonatról. De a time lesz végén látható, hogy csak így lecsesztem mindent a földre. Szerencsére minden is megvan. Ez ilyen bolond vagyok, így minden le van oda baszva. Ott a bringa, itt a cuccom. Jaj, na induljunk. Jó kezdés. Szerencsére a Lipóti már nyitva van. Itt a single track. És reggeli is, meg egy több van. Na hát, parkoló lett a pihenőhelyből. Hello, jó reggel! És találtad is. Három sok is. Ott
a kávé, és itt a croissant. Ez a kávé nagyon finom lesz, már tudom előre. A croissant nevesszük szépen, már nem tunkoljuk, úgy az igazi. Mondtam, hogy van. Mandulateges. Tökéletes. Sziasztok! Megittem a kávét, de ez nem a lipóti. Ez nem. Meg lehet inni, de ez nem Julius Menny. Keserű, mint a dög. Ez nem az. Úgyhogy ez volt az utolsó utáni teszt. Soha többé. Na nézzük. Mit rejt a múlt? Hát szerintem sáros lesz. Múlt, a jövő. Beszélek összevisznia. Nem megy el nekem ez a normális duma. Szia, kutyus! Elfogadnék egy ilyen házat. Nagyon örül. Annyira nem is volt részes a domb. Meglátjuk, ez milyen lesz. Hú, remélem járható. Van benne sár, csak nem olyan. Ó, kemény, ez jó. Erre számítottam. Bár... nem. Ez még kipróbálható. Saras. Nagyon. Nem kemény. Jó. Akkor menjünk. Járt itt más is. Nem csak én vagyok bolond, csak ő még sárban járt. Kemény helyett. Én puhán. Na, én keményen. Egyébként nem erre kéne jönni, ha annak idején a tisztelt tulaj nem szántja be az utat. Mert itt van egy út hivatalosan. Tényleg van. Ez most fáj. Kettes. Durva. Ez most durva. Hú, basszus. Hiába. Hetek óta nem voltunk terepen. Sokat számít. A szokásos pihi ponton megállok itt. Kifújom magam. Meg ne igyek aksit. Ez most kemény volt. De tényleg. Ehhez már túl vagyok öltözve. Eléggé. De ezt tudtam, hogy így lesz. Csak mondom, amíg a városba kényelmesebben jövök meg a vonaton, addig legyen egyel több.
így le kell vetkőzni. Most ettől megszabadulok. Nem fog kell lenni a terepen. Amúgy is már föltültem az ujját. Szerencsére még annyira nem izzadtam meg, hogy fázzak. Ráadásul ez egy futófelső, úgyhogy bírnom kell benne. Elvileg minimális szélvédelme van, plusz aláöltözők vannak rajtam. Egy hosszú ujjú forsz, meg egy rövid trikó, úgyhogy ez itt meleg lesz. De az előbb, ahogy most is levettem a maszkot még fölfelé, mert kelt a rendes oxigén, túl meleg volt. Hú, most meg szipogok, mint a dög, ez normális amúgy. Reményeim szerint az 51%-os akkumulátor most már olyan 70 körül van. Mindjárt kiderül, ha még tölti, és még tölti. Hát nem 70, csak 65, de ez is valami. Mondjuk nem volt sok ideje rá, az tény, mert hamar ide értem. Mert 10:24-kor indultam el. 2,5 perce vagyok itt, max. 3. Tehát 2,5 perce vagyok itt, max. 3, és most van 48, úgyhogy ennyire nem csodálom, nem töltötte annyira föl. Hú, durván egy órán van odaérni Csobánkára. Meg lesz. Szerintem meg lesz. Na, nagyon nem szabad kihűlnöm, mert akkor nem értek semmit el vele, hogyha levetköztem. Úgyhogy vissza kell menni. Viszont túlöltözni nem szabad hosszú távon, tehát rétegelni kell. Szélvédőt azért nem hozok, mert annyira csutakra ázom belülről, hogy nem éri meg, tehát így felesleges. Ennyit kidolgoz ez a rengeteg levegő, amiben van ide pakolva. Amúgy is jól fel vagyok öltözve. Tehát még a kesztyűt is túlzásnak érzem. Mutatom, hogy nézek ki. Tehát ugye van egy nyaksálam ez alatt. Nem biztos, hogy látszik. Mindegy, itt van alatta. Akkor van ez a maszk. Ez ilyen termó, meg neoprém-szerű. Akkor van ez a felső ruházatom, ez alatt egy hosszú ujjú forsz, egy rövid mellény, van rajtam egy rövid gatya, ugye, mint mindig, egy termó futónadrág, és alatta egy termó kerékpáros, kantáros gatya. Az ott. És mindezek mellé van rajtam egy kamásni, meg egy hosszú szárú zokni. Így festek. Tehát föl vagyok öltözve, bőven elég. Még sok is. Lehetne kevesebb, de akkor túlságosan fáznék, és lusta vagyok ma fázni. Csak a sziklákon. Ez az. Ezek a bokrok télen is nőnek. Jaj. Végre szabni nyáron, mert akkor felemelkedik a levél. Azt a minden küzdelmesebb, mint gondoltam. Király, köszönöm szépen. Sziasztok.
csodálatos a hely. Biztos sokan ismeritek, de sokan nem. Hiába láttátok már a videóimat, lehet, hogy ezt pont nem láttátok. Sziasztok! Jó napot! Köszönöm! De legalább fáj! Az a jó, igen. Köszönöm. Jó utat önöknek. Hú. Igen. Ez az enyém. Zúzta a bugáit. Ezen már autó is átment, úgyhogy elbír engem. Frankon! Sziasztok, köszi! Na most sikerült benézni az utat, van ez így? Nem lehet mindig minden jó? Hát csak mületes. Simán mehetjük Lajos forrásra is, ha nem kéne Csobánkára jönnöm. Nem, én nem ugratok. Ilyet meg védjük, nem? Ez én béna vagyok. Mi csak úgy kidobáló, hogy játszok maximum. Most itt se állok meg, csak átgurulok. Szia! Hogy vagy? Óvatos vagyok, azért nem tudjuk, mire rejtőzik a falevelek alatt. Jégdarab vagy kavics. Nem nyomom meg annyira. Itt nem.
Jó, egyre jobb. Már ki is jövök a határába. Tovatosabb itt kell lenni. Jó, egy futófelület. Király. Megszivattam magam, mert kikapcsolt a térkép, nem figyeltem oda, hogy mire nyomtam rá, és tovább mentem, mert ezen kellett volna följönni. Viszont az is 15% volt, hogy képzelem, ez mennyi lett volna. Így jártam. Na, találtam innen egy alternatív útvonalat, lesz bele mászás, meg ejtés is. Igen, egy dolgot felejtettem, a maszkot. Lefagyok? Így jó. Aha, ez tényleg lejt. Jó. Lefagy a szemem! De konkrétan lefagy a szemem, basszus! Lefagy a szemem, azt a mindenit, akinek van! Lassan megyek át. Jaj, de szép! De jól néz ki! Hát jön 15 centi. Megjég itt a túloldalon. Hajó úton jövök föl. Ez jön fölfelé. Ah, ez az. A másik a Bartok. Kell menni, az a kereszt. Térkép szerint. A másik az nem az. Bár itt ezt írja keresztnek. Akkor bocsánat, akkor jobbra kell menni. Igen. Itt ezt írja keresztnek. Mennyi kút van itt? Megnyitom. Fő a változatosság. Majd gyönyörködted. Hú, van benne emelkedő. Hú. Hú. Még 45-ön vagyok, de már érzem, hogy végem van. Még bírom, mert tapad, nem csúszik, és nem kapar. Megdöglök. Túléltem. Ez már a hosszú egy összekötő része. Innen kezdődik. Jó, ez túlvállaltam. Nem baj. Nem estem el, az a lényeg.
Jó hülye vagyok. Mondom, visszafele nem olyan, mint lefelé. Ez nem is jöttem le, ez igaz. Csak kérdés. Szétcsúszás volt. Jó nagy esés lett volna belőle. Rohadt életbe. Nem váltották. Akkor is innen el fogok indulni. Nem adom fel. Menni fog. Fölváltott volna, egybe följövök. Pont most döntött el, hogy ugrabugrál. Elfelejtettem a villát a hátamon. Elfelejtettem, hogy ott a villa is beakadt a fába. Van ez így. Ezen föl kell jutnom, nem váltóskodsz. Purr, francba. Ezen föl szoktam tudni jönni. Rossz nyomvonalat választottam. Visszaereszke. Ide a fáig. Na. Bal oldal, jobb oldal, bal oldal. Majd végig bal. Ezeken gondolkodom. Na, arra nincs idő gondolkodni, el kell menni haza. Vég. Mondtam, bal jobb, és vissza balra majd. Ez az. Felejtettem. Ah.
Ott még sosem néztem ki. Nézzünk ki. Utáni addig a dögöt. Meg jártam már erre párszor, de még sosem néztem. Még kis pad is van. Ó, király. De egyszer kinéztem, megvan. És nagyon rég. Hú, de gyönyörű így ez a hely. Wow. Szép nagyon. Ott megy a vonatom. Következőt fogom elérni. Na, menjünk le. Itt jön a sarkon túl. Sokat nem várok vele, csak megyek. Ezzel a bringában már nem félek úgy, mint a lépővel. Viszont van egy kis gond. Megint a kamera mozdult el. Most jó. Beállítom, meg ezt lehúzom alulra. Újra. Kajd be, köszi. Ez a fa azért tudna fájni, úgyhogy nem megyünk neki nagyon. Így, hogy nem látok alá a követ, mert így egy kicsit egyszesebb. Nem engedem úgy ki, amúgy sem szoktunk itt olyan kurva gyorsan lejönni. Azért kell tartani a kezed. Rendesen. Oda kell figyelni. Ráadásul ugye, mint mondtam, a jéggel vigyázni kell ilyenkor nagyon. Főleg, amikor már süt a nap. Ki is akarod dobni a kerekemet. Nem sikerült. Mert akkor a bátár. Nem látom a fát, jól látom, hogy tényleg eltűnt a fa. Vagy lejjebb van. Nem, itt volt. Eltüntették végre. Hát ideje volt, hogy elvigyél. Itt egy másik helyette. Jó van. Ez a látnak durva. Minden évben más a talaj, úgyhogy oda kell mindig figyelni, tanulni, aztán gyakorolni. Nem elszállni magunktól, mert akkor elszállunk. Az biztos. Ez egy részben technikai sport. Ó, a kezem el is merevedett. Ó, na. Na, lényegében ez itt a vége, srácok. Hú, innentől kezdve már csak egy ilyen laza lefele menetel van, kicsi mászás itt és annyi. Egy dombocska. És körbeértünk lassan. Úgyhogy elköszönök azért. Bocsa, rengeteg szipogásért, nyavaigásért, beszélő dumáért. Én már csak ilyen vagyok. Ez van. Kösz, hogy itt voltatok. Ha voltatok, kösz, hogy néztétek, ha néztétek. Osszátok meg másokkal. Menjetek montizni. Iratkozzatok fel. És erre figyelmeztessétek. Utastársaitokat is. Na. Most értünk körbe, ott. Megvan a kör. Go down.
Ez egy jó nap volt. Úgy elértem, hogy 32-re jött, és 31-re itt voltam, úgyhogy zsír. Nagyon király. Jó napot! Persze, hogy ilyenkor akad fel az a vacak. Kinyilván.